Üdvözlünk mindenkit, ez itt az Utonálló Plusz. Jedlócki Márka vendégem. Aki fönn volt a Monteveresten, aztán hát leúszott a Marianárokba. Mondjuk úgy, hogy csinált egy EKG-t, vagy egy színusz görbét. És hogy mit jelent ez? Autósportról beszélünk természetesen. Az országos gyorsági bajnokság első futamán egy zengő Seattal abszolút űridőket autózott. Kikiáltották óriási tehetségnek. Aztán jött egy TCR-es futam, és a hátsó traktusban autózott. Na, akkor most ezt elemezzük ki, mert nem kiméltelek. Bocs, ez van. Hát most nem egyáltalán. Ez van. Ez a hétvégén nekem egy csalódás is volt, de nagyon sok mindent tudtam tanulni. Ilyen nagyobbtól is. Először pénteki nap tudtam kocsiba ülni, azelőtt nagyon kevés tesztet tudtam részt venni, technikai okok véget, és ott 5 kört tudtam menni az FP1-en, ami nem sikerült valami jól, mert kitört a bal első kerék. Várjál, bocsáss meg, itt meg kell akasztanunk a beszélgetést. Itt most már nem zengős autóval megyünk, hanem egy Alfa Romeo Giulietta-val, az Unicorns team színeiben mentem. Uh-huh. És így 5 kör után kitört a kerék, így nem is tudtunk nagyon tesztelni. Aztán a szombati nap is volt egy szabad edzésem, ott már valamennyit tudtam menni, de a beállítások még ott sem voltak az igaziak, mert még nekem nagyon ortolós volt az egész autó, de ennek ellenére én nagyon élveztem, hogy egyáltalán ott tudok venni. A TCR mezőnyben, tehát egy napot különböző DTM betét futnám, tehát azért óriási nevekkel tudtam ott egybe menni, és utána a Q1-en szerettem volna megmutatni, hogy nekem tényleg igazán itt a helyem, és hogy tényleg jó időket tudok menni, és akár az első 10-ből tudok rajtolni. De sajnos nagyon rossz időt tudtam menni, egy 1.57-es időt, ami 22. helyre volt elég. Úgyhogy a Az hátsó sor. Nem is tudtam. Tehát láttad a lámpát egyáltalán, rajt lámpát? Nem. Tudom, mert nekem is volt ilyen érzésem, amikor kliókupáztam, hogy hol van a rajt lámpa? Valahol a kanyar után. Amikor elindulnak a többiek, akkor már megyek én is. Ez szörnyű érzés. A fülemre mondták, hogy mikor kell rajtolni. Igen. Jézusom, de rossz úristen. Hova se került fölküzdeni magadat? Hát az első futamon a 16. helyre. Na, az is valami. Úgy, ott a rajtot nagyon elrontottam. Jó, benne van a pakliban, tehát ez egyértelmű. Főleg úgy, hogy nem látod, az tényleg iszonyatosan nehéz. Tehát aki nem ebben az egészben benne, az tudja, hogy úgy elrajtolni egy 20-25-30 fős mezőnyben, hogy nem látod a rajtlámpát, hanem csak mondják, hogy most menj, úristen, a többiek már rég leléptek. Tehát ezt nyugodtan el lehet vállalni. Utána mi következett? Tudtatok valamit állítani az autón? Volt speciális beállítás, volt lehetőség, volt opció, segítség, bármi? Segítségek voltak, de így már nem állítottunk a második futamra, egyből a keréknyomást állítottuk még lentebb. Uh-huh. A második futam az már szerintem izgalmasabb volt. Ott le tudtam jönni a 13. helyre, de csak a véget, mert hogy baleset volt, és be tudtam jönni Huff felé, a Homola elé és a Borkovics elé, de ez szerintem a ráfordítóig volt így, mert az egyenesben nagyon elmentek, hát erőben kicsit visszább vagyunk. Utána a Ficával nagyon jól tudtam csatázni. Kis Ficával, ő viszont ugye Hondás, az engelmotorsportos. Így van, és veled, de őt sem tudtam sokáig tartani, mert nagyon szerettem volna, és elfékeztem magam. Ájj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 j
tudható be. Tehát az embernek ilyenkor mindig valahogy úgy kell koncentrálni, hogy nem szabad a tükörben nézni. Mert abban a pillanatban a tükörben nézel, ott már elbukott minden. Baj. Ott meg kész a baj, hiszen az a tized vagy ezred másodperc, az nekik már bőven elég, hogy ők kifigyelik. Igen. Menni kell, tartani, szélesítened kell az autót, és a pálya teljes nyomulát ki kell használni. Nagyon nehéz, de akkor nem tudnak beszúrni sem egyik oldalról sem. Úgyhogy ez egy, hát egy-két-három év múlva neked is menni fog, ezzel nincsen probléma. Mi lehet a következő futam, vagy a következő megméretetés, de természetesen ez csak a reklám után derül ki. Tehát, ahogy említettem, mi lesz akkor a következő megméretetés futam? Igazából... Tehát akkor mi lesz a következő futam? Pannonia Ring, úgy néz ki, hogy azon fog tudni részt venni. De sajnos még nem tudjuk, hogy milyen kocsival. Az jó, az eddig jó. De nagyon szeretnék indulni, láttuk a nevezést is, de még nincsen kocsi. Aha.
Figyelj, egy platós japán márkát tudok felajánlani neked. Kicsit billegni fog a pályán ugyan, de hogy, ha kimész a sódarágyban, nem lesz vele baj. Kijövök onnan. És egyébként csak hátsó kerékbe is végig tudod drifteni az egészet, ha bár kivették bőle más pet, mindegy, félretéve a hülyeséget, lehet, hogy esetleg érdemes belecsücsenni egy ilyen kis kupás Suzuki-ba is, mert nem ledegradáló. Tehát azt azért hozzátenném, hogy oké, hogy voltál ugye kuplungpedál nélküli, nem kuplungpedálos, LTCC-s autóval. Mentél a TCR-be, de ha visszajössz egy picibe, akkor az megint egy csűrés csavarás, és ott is rengeteget lehet tanulni. Tehát, hogy azért nem szabad mindig csak fölfelé építkezni, nem árt néha leesni. És itt most ugye megint visszakanyarodtunk, hogy hoppá-hoppá, egy picit talán az önbizalom után jött egy tasli, fiam, okos legyél, még azért túl messze van az a cél, hogy ezt az egészet össze lehessen hozni. Hát nem tudom, mennyi a valószínűség, hogy én mentebb fogok ülni, mert ez nem rajtam múlik. Nekem teljesen mindegy, hogy milyen versenysorozatba indulok, vagy milyen autóval, csak tudjak vele menni. Apádnak nincs a garázsban valami kocsi, amit elő tud venni? Hát gondolkoztunk rajta, hogy a Subaru-val menjünk. Az a nagy túrautó mehet egyébként? Mehet. Hát akkor meg ott a megoldás. Kiveszik a szűkítőt. És meg is lesz a győzelm, és hát a legint vissza. Tehát egy ilyen játék az egész, és hát nem kell sírra fakadni. Én azt hiszem, hogy az idei év az még mindenképp a tanuló évi. Persze, de ezt a magyar bajnoki futamot, ezt meg szerettük volna nyerni, és meg szeretném nyerni. Aha. És akkor jövőre tudnánk tovább lépni, hogy akár egy nagyobb csapatban, egy nagyobb versenysorozatba tudjak indulni. Esetleg Zengő Zoli-nál nincs egy autó, amit mondjuk gyorsan el lehetne pattintani? Van, csak kint vannak Portugáliában a szerelők is. Villarreal, jó reggelt kívánok, az pedig nem itt van, hanem 3300-ra innen. Az most nem egy egyszerű történet. A hétköznapi élet során mennyire viselt meg téged most ez a kudarc? Hiszen azért a múlt hétvégi TCR-es futam az azért tényleg azon kívül, hogy egy szenzációs verseny volt. De hát gondolom, hogy azért, hogy itt a lelked, ugye itt a szíved mélyén így azt mondtad, hogy nem erre számítottunk. Hát nem, mert teljesen belet reklámozva, hogy meg tudom mutatni. Igen, itt vagyunk, láttam, most fotók voltak, minden, tehát volt egy mögött egy olyan jó kampány, amit egyébként Bonc Elek sajtófőnök csinált, és azt kell mondjam, le a kalappal Elekt előtt, aki ezt az egészet így instruálta, vagy logisztikázta, mert még sose láttam így dolgozni, hozzáteszem. De tényleg egy picit talán magadtól is többet vártál. Na, és sokkal többet vártam magamtól is, és a kocsitól is. De hát sajnos ennyire volt elég, én megpróbáltam kihozni így is a maximumot belőlem, és a kocsiból is. Ez hát lett. Sajnos, ez lett. Ha nincs pannoniering, vagy mondjuk a nagy autóval mentek, vagy bármivel, utána hogyan nézzen ki az év második fele? Van-e már erről elképzelés? Csak a magyar bajnoki futam, és azt nem szeretném elszólni, lehet, hogy még egy TCR-es futam belefér. De az nem alfába. Nem. Jedlóci Márknak drukkoljunk, köszönjük szépen, és örülünk annak, hogy még egy magyar ifjú titán ment a TCR-ben. Gratulálunk hozzá. Köszönöm.